Felháborítónak tartja a pécsi Fidesz frakció, hogy a közgyűlést megkerülve választana a baloldali városvezetés polgármesteri biztost. Ez a Pécsi Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottság szerdai nyílt ülésén szerepelt az előterjesztésekben. Barkóczi Csaba, polgári oldal önkormányzati képviselője nem támogatta az elképzelést. Nekünk az a véleményünk és az a meglátásunk, hogy végtelenül arcátlan az a dolog, hogy a jelenlegi egy hónap múlva leköszönő közgyűlés, a következő közgyűlés megkerülve, tehát a megválasztott közgyűlést, új közgyűlést megkerülve, most egy hónappal az új közgyűlésnek a felállása előtt, tulajdonképpen másfél évre havi 1,1 millió forintos bruttó bérért megbíz egy tanácsadót olyan tevékenységek végzésére, hogy sportügyekben a polgármestert majd az elkövetkező másfél évben tanácsokkal lássa el, és olyan projektekkel indokolják ezt a döntést, amelyeket sikerprojektként próbálnak meg eladni, mint például a városi akvapark vagy stadion ügye, amik az elmúlt 5 évben nem, hogy előre nem mozdultak, hanem inkább hátrafelé történtek mozgások ezekben a történetekben. Tehát tulajdonképpen polgármester úr az ígéretektől az ígéretekig jutott el ezeknek a kérdéseknek a vonatkozásában. Az akvapark kapcsán a baloldal a sportlobista mellett azzal érvelt, hogy a helyszín kiválasztásában segít majd, tette hozzá Barkóczi Csaba. Amire azt mondtam, hogy nem ez főépítési kompetencia, és ez valóban így is van, ugyanakkor később aztán pont azzal érveltek, hogy a főépítésznek már ebben nem lesz szerepe, hiszen a helyszín megvan, de akkor felvetődik a kérdés, hogy előtte miért azzal érveltek, hogy szükség van emiatt a helyszín kiválasztás miatt egy sportlobistára. Tehát látszik, hogy teljesen zavaros az egész, itt tulajdonképpen egy olyan személynek a megbízásáról van szó, ki ezer szállal kötődik a Magyar Szocialista Párthoz, ugye Török Otto Budapesten egy időben az MSZP polgármester jelöltje is volt, illetve önkormányzati képviselőjelöltje, és ilyen szempontból tulajdonképpen őt akarják még itt másfél esztendeig a pécsi adófizetők pénzéből honorálni. Ezt a pécsi Fidesz frakció nem támogatja, hangsúlyozta Barkóczi Csaba, önkormányzati képviselő.